A húsvét egyik legnagyobb sláger ajándéka, a húsvéti nyuszi vagy kiscsibe, addig nincs is semmilyen probléma, ameddig valaki csokoládé vagy plüss formájában adja a gyerekeknek. A gondok ugye akkor kezdődnek, amikor élő törpenyulat vagy napos csibét kapnak a gyerekek, akik az esetek többségében egyébként sajnos hamar ráunnak az állatokra. Csehi András kollégánk ma annak próbál utána járni, hogy mit lehet tenni ezekkel a, hát mondjuk úgy, hogy tényleg szerencsétlen sorsú állatokkal. Andris, tiétek a szó. Jó reggelt kívánok, itt vagyunk tábor falván, és az első nyúlmentő alapítvány elnökével fog beszélgetni, illetve szeretnék mutatni egy kicsit, hogy is mondjam, szerencsétlen nyuszikát, mert hogy egy, kettő, három és a negyedik lába hiányzik. Ezt a nyuszit néhány évvel ezelőtt húsvét után egy kis dobozban találták egy építkezésen, hogy mi történhetett vele, azt Krisztina fogja elmesélni nekünk. De ezt igazából nem tudjuk, hogy mi történt vele. Csak annyit tudunk, hogy le volt szakadva a jobb lába, és azért műtét sorozat és fizioterápia volt szükséges ahhoz, hogy az ő egészségügyi állapotát úgy helyreállítsuk, hogy egy normális életet tudjon élni. Ez egyáltalán nem vicces, és én nem is akarom ezt eltréfálni, de hát, hogy sajnos tényleg előfordul ez, hogy húsvét után egyre több olyan nyulat találnak, ami egy kicsit agyon van nyomorgatva, egy kicsit rosszabb állapotban van, hogy lehet ezt megelőzni? Hát a szaporítókkal kellene egy kicsit így, úgymond, hát lefékezni őket, nem kellene ezt az egész iparágat támogatni, az embereknek nem kellene nyusz, húsvétkor nyuszit venni. Na jó, de mégis szeretnénk a gyereknek örömet okozni, van-e valami más lehetőség arra, hogyha mondjuk tényleg szeretnénk nyuszit adni a gyereknek, akkor milyen szempontokat kell figyelembe venni? Tehát itt is szóba kerül ez a felelős állattartás hát megfelelő környezetet kell teremteni, megfelelő életteret, minőségi táplálás lenne fontos számukra, majd esetleg mondjuk társat vinni ivartalanítás után számára. Közben rakjuk vissza ezt a szegény kis pillát, hadd szaladgáljon a barátjával, és nézzünk egy másik kis helyeset, azt a kis tarkát, aminek szintén elég hányatott sorsa van, és ő is húsvét után került ide a menhelyre. Őt hogy hívják? Gallérocska. 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 Mm -hmm. És, hát és mi a története? Hatalmas fogakkal találták, úgymond ezt a nyuszit, a fogai belenőttek az órába, és egy kilós volt, két kiló helyett, tehát csontá volt soványodva. Jó darabig harcoltunk az életért, rendszeresen fogászkodni kell. Valószínű, hogy ő is szaporítótól származik, akik ugye nem figyelnek oda a nyusziknak az egészségügyi állapotára, és így mindenféle genetikai lakhibás nyuszikat összepároztatnak, és hát ilyen utódok születnek, vagy akik nem élik meg az egy-két hónapos kort. Krisztina, mit gondol egyébként arról, hogy most már lehet bérelni is húsvétű nyulat, hogy ennek van-e valami jó oldala, vagy rossz oldala? Inkább a rosszat emelném ki, az, hogy halálra lesznek stresszelvezek a nyuszik, és egyáltalán nem jó a nyusziknak az, hogy ide-oda pakolják, nem mutatják meg, hogy hogyan nyúljanak hozzá, mit adjanak számukra enni, és az nagyon fontos lenne, mert nagyon érzékeny a bérrendszerük. Tehát mondjuk káposztával teletömi egy gyerek, és akár felpuffalhat, meg is halhat az a kis nyuszi. De ez ugye mondjuk a túlzott simogatás, nyomkodás is nagyon veszélyes lehet. és igen. A szülőknek meg kéne mutatni azt, hogy hogyan nyújjunk a nyuszihoz, hogy vegyük fel, mert ha rosszul veszük fel, akkor akár úgy eshet le, hogy eltörik a gerince. Jó, nézzünk még egy nagyon kis cukit ott, amelyik éppen egyedül van a kis karámjában, mert most ők nagyon jól érzik magukat, hiszen kijöhettek egy picit legelészni. Ő szinte már olyan, mint egy törpes naucerő, neki milyen a fajtája, vagy ez fajta, fajta tiszta? Hát ő ilyen oroszlán fejű, ilyen tedi nyuszi, majdnem dupla génes, ő egy kis ivaros bakocska. Hát ő is elég rossz állapotba került hozzánk, igazából az exopát, a mi rendelőintézetünk, állatorvosi rendelőintézetünk adták őt le félhalottan. Egy nagyon kemény idegrendszeri betegsége van. De most már helyrejött, és nem sokára örökbefogadható fogadható is. Neki van egy nagyon kis baba háza, vagy baba ketrece, azt is rögtön megmutatjuk, hogy melyik az a helyes tartás, vagy milyen az a helyes tartás, ahol egy ilyen kis egy-másfél lehet tartani, és ami nagyon fontos, hogy nem elég egy papunk doboz, vagy egy papír doboz, amiben beredobnak egy kis répát, vagy valamilyen ételt, hanem ilyen nagy ketrecbe kell beletenni, ahol van itató, van etető, van egy kis alom, Melyik? Ez, ez, a helyes tartás, ugye? Hát így van, és ugye ez egy ilyen kisebb fajta nyuszira gondoltuk ezt a százas ketrecet, mert minél nagyobb a nyuszi, annál nagyobb élettár szükséges, és ugye otthonunkban is, hogyha tartjuk ezeket a nyuszikat, nem árt őket kiengedni, nem csak a ketrecbe tartani, napi két-három óránál akár többet is. Úgyhogy az egész környezetet nyúl biztosra alakítsuk, tehát tüntessük el a kábelket, fülhallgatókat, mert ezeket nagyon szeretik megrágcsálni, ugyanúgy a mérgező növényeket el kellene tenni, meg hát mindent, amit egy kisgyerek is el tennénk kés, olló, meg ilyenek. Végezetül egy, egy jó tanácsot azoknak, akik mégiscsak vesznek nyuszit. Hát én azt szeretném, hogy ne húsfétra vegyenek nyuszit, mm. hanem inkább azért vegyenek nyuszit, mert szeretnének egy élő állatot, egy kis szörgombócot, akit hosszú távon mondjuk a családtagjaiknak tekintenek az emberek. Krisztina, nagyon szépen köszönjük, és arra kérem akkor a felelős állattartókat, hogy jó gondolják meg, hogy húsvétra vesznek-e nyuszit a gyereknek, így a örömet, hogy inkább esetleg mondjuk plusz Plus, nyuszit választanak. Stúdió.